A gyorshajtók voltak a fókuszban, közlekedés-rendészeti akciót tartottak a rendőrök, a polgárőrök részvételével. Megismerhettek tucatnyi szakmát, pályaorientációs napot szervezett a Sziládi Gimnázium. Teltház, több száz versenyző, a Dékárné sportcsarnok volt a 18. Rex Terra táncverseny helyszíne. Még lehet igényelni az ingyenes nagy zsákot. Ha megtelt falevéllel, díjmentesen el is szállítják. Akciót szervezett a Kiskunhalasi Rendőrkapitányság, a Városi Rendészet, valamint a Kiskunhalasi Városőrség és Polgárőr Egyesület. A kezdeményező a helyi önkormányzat volt, lakossági jelzéseket követően. Kiskunhalas közigazgatási területén a helyi kapitányság munkatársai folyamatosan végeznek közlekedésrendészeti akciókat. A mai alkalmat az önkormányzat kezdeményezte azzal a céllal, hogy a határ felé tartó átmenő forgalmat igyekezzen kiszűrni a kapitányság munkatársi közössége, amelyben a közterületfelügyelet, illetve a Kiskunhalasi Városőrség és Polgárőr Egyesület is részt vesz aktívan. A város területén most több mint 5 helyen dolgoznak a rendőrök, több helyen sebességmérés van, illetve forgalomból való kiszűrés. Az elsődleges cél most az, hogy a határ felé tartó forgalmat szűrjék, és mindazokat, akik valamilyen formában veszélyeztetik a többi közlekedésben is résztvevőt, tehát például telefonálnak, mert vezetés közben nincs bekötve a biztonsági öv, vagy egy világítás nélkül közlekednek, illetve a gyors hajtókat is ki tudják szűrni, és lehetőség szerint itt ne tudjanak tovább menni addig, amíg a bírságot be nem fizetik, a csekket le nem rendezik. A közlekedés rendészeti akcióknak ez most itt az elsődleges célja, nem pedig az, amit általában a közösség oldalakra kiírunk, hogy az utakon közlekedőket a rendőrség ismét csak szivatni szeretné. Mindenképpen ez a cél, hogy a halasiakat és az itt normálisan közlekedőket védjék. Az ellenőrzés során két sebességmérő is üzemelt. A 6 óránál tartó razzia ideje alatt számtalan szabálytalankodó bukott le. Volt köztük szerb, osztrák, szlovák sofőr is. Az akció az autókra, kamionokra, buszokra fókuszált, de megállítottak olyan kerékpárost is, aki világítás nélkül suhant a sötétben. Több járművezető pedig elmulasztotta ellenőrizni azt, hogy tökéletesen működik-e a világítás. Kulis István László, a polgárőrség titkára szerint hasonló ellenőrzésekre a jövőben is számítani kell. Azért az esti órákban, a sötétben azért ezeket most gyorsan ki lehet szűrni. Csak itt az első megállítási pontnál már szerintem 2 tucatnál is több autó lett megállítva, kiszűrve, és folyamatosan zajlik ez az akció. Most este 10 óráig, és bízom benne, hogy lesz neki eredménye. Olyan formában is, hogyha szükség van, akkor máskor is lesz ilyen. A könyvvizsgálói képzést a Magyar Könyvvizsgálói Kamara végzi. Pályaorientációs napot szervezett november 15-ére tanulói számára a Sziládi Áron Gimnázium. A középiskolába a diákok és tanáraik mellett a különböző szakmák gyakorló képviselői is beérkeztek az iskola kezdésre. A mai nap az elsősorban a pályaorientációi, különböző egyetemeket hívtunk és szakmák képviselői, de ahhoz, hogy valaki nagyon jól tudjon választani további tanulmányok területén, fontos a helyes önismeret, és erre is nagyon nagy hangsúlyt fektetünk. Az alsóbéves diákoknak önismereti programokat szerveztünk a mai napon, ahol jobban megismerhetik saját magukat, az érdeklődési körüket, és talán így a későbbiekben, akár a fakultáció vagy tagozatválasztás kapcsán ez szerencsés lehet nekik, de a további tanulmányok folytatására is felkészítjük így őket. Harnóczi Hajnalka, a Sziládi szakmaszimatoló esemény szervezője elmondta, hogy új lehetőségekkel is segítenek a diákok pályaválasztásában. Idén egy újabb elemmel is kiegészül a pályaorientációs tevékenységünk, ugyanis a gimnáziumból több mint 100 diák látogat el ebben a tanévben olyan Európai Uniós helyszínekre, mint Brüsszel, Luxemburg, Strasbourg, és ott olyan szakemberekkel találkoznak a diákjaink, akik abban tudnak nekik segíteni, hogy olyan információkkal látják el őket, amik nagyon nagy segítségükkel lesznek számukra abban, hogy milyen tagozatot, milyen fakultáció, vagy éppen milyen nyelveket válasszanak. És azt a feladatot kaptam, hogy egy vitrínbe próbáljam meg elhelyezni, mint hogyha most került volna elő egy ásatás során. Az idei szakmaszimatolón kihelyezett helyszínként szerepelt a Torma János Múzeum.
A Torma Galéria dísztermének képeit például különleges módon ismerhették meg a tanulók. Igazából fel kellett ismerni a képeket, játszottunk, az elején pedig a rendezvény szervező elmondta, hogy a képek miről szólnak. És egyébként a képek közül melyik tetszett neked és miért igazán? Hát nekem ugye a március 15-ei, és azért, mert nekem tetszik, hogy Petőfi Sándor kiáll a tömeg elé, és hogy beszél. A múzeum munkatársa örömmel beszélt a pályaorientációs helyszínadás lehetőségéről. Nagyon örültünk a megkeresésnek a Sziládi Gimnázium részéről, hogy pályaorientációs nap keretében ellátogattak hozzánk a diákok. Nagyon aktívak valóban, több csoportot alakítottunk, és azt szeretnénk nekik bemutatni, hogy miről szól a múzeum. Hogy nem csak arról szól, amikor bejönnek látogatóként, hogy a festményeket meg tudják tekinteni, hanem ez mögött nagyon értékes szakmai munka is van, és ezt szeretnénk, ezeket a szakmai berkeket megmutatni nekik, hogy miről szól az itt dolgozó kollégák, mivel foglalkoznak. Nagyon széles a spektrum, amilyen szakterületekkel foglalkoznak, és szépen erre a napra készülve felosztottuk egymás között, hogy ki mit fog megmutatni értékes kincsként a gyerekeknek, amit itt kicsit játékosan, természetesen, de egy kicsit talán arra gondolva, hogy a szakmai orientációt is belevesszük, hogy már ugye ők lassan faktot fognak választani, és ez nagyon sokat segít a jövő alakításba számukra. Gyerekek tekintetéből esetleg lehet-e következtetni arra, hogy ez a téma érdekli őket, vagy ez a foglalkozás, ez az ágazat? Igen, nagyon szeretem ezt, és engem nagyon sokszor meglepnek egyébként a gyerekek, hogy mennyire aktívak tudnak lenni. Egyetlen egy kulcs szó van hozzájuk, a játékosság. Tehát én azt gondolom, hogy játszani mindenki szeret, ez nem csak a gyerekeknek, mi felnőttek is szeretjük a játékot, teljesen át tudunk alakulni benne, és fel tudunk oldódni egy-egy játékos helyzetben, és hogyha ilyen helyzetbe hozzuk őket, akkor nem is érzik azt, hogy valóban tudást is adunk ezzel, hanem azt érzik, hogy jól érzik magukat. A Vértanúk kora 1848-49 címmel szerveztek helytörténeti vetélkedőt a kiskunhalasi általános iskolák felső tagozatos diákjai számára. A feladatokat Palásti Károly állította össze, az esemény helyszíne a Torma János Múzeum volt. A városi történelem versenyen a téma az aradi vértanúk, a 48-49-es események és az ehhez köthető kiskunhalasi személyiségek, mint például Vári Szabó István voltak. Az első forduló során egy PPT-t kellett készíteniük a csapatoknak, 10 megadott utcanevet kerestek fel a városban, a helyszíni fotózást követően pedig 10 neves személyiség életéről kellett beszámolót összeállítani. A múzeumban többféle feladat megoldása várt még rájuk. Egy családjához hazatérő honvédként például be kellett számolniuk a tavaszi hadjáratról. Teltházas közönséget, több száz versenyzőt hozott a Dékáni Árpád sportcsarnokba rendezett 18. Rexterra Kupa táncverseny november 16-án Kiskunhalason. A megméretésre 228 nevezés érkezett. A hazai élvonal mellett külföldről is jöttek sportolók, hogy összemérjék tudásukat. A klubközi versenyek mellett több kategóriában ranglista versenyeket is rendeztek. A 18. Rexterra Kupa táncverseny Bányai Gábor kormánybiztos országgyűlési képviselő nyitotta meg. A képviselő elismerését fejezte ki a szervezőknek, a táncosoknak, az edzőknek a sok-sok munkáért, amit kedvenc sportágukba fektettek. Beszéde végén egy gyönyörű virágcsokorral fejezte ki tiszteletét a Rexterra Kupa háziasszonyának, az Egyesület művészeti vezetőjének, Juhász Ágnesnek, és jó versenyzést kívánva nyitotta meg a rendezvényt. Ami eddig nem hullott le, az a következő napokban biztosan le fog hullani. Hatalmas munka vár azokra a kiskunhalasi lakosokra, akinek a háza előtt a közterületen fa áll, hiszen a falevelet össze kell szedni. Ha összeszedik, akkor jól teszik, hogyha elmennek a Halasi Városgazda ZRT Szent Imre utcai telephelyére, és kérnek úgynevezett big bag zsákot. Az önkormányzat annyiban segíti az ő munkájukat, hogy a levelet ebbe a zsákba kell beletenni, majd a Halasi Városgazda ZRT mindezt díjmentesen el is szállítja. A fő tapasztalatunk az, hogy nincs elég big bag zsákunk a megnövekedett lakossági igény kiszolgálására.
kaptunk, most is több száz darab van kint, ugye, és forgóba is folyamatosan pörgetjük a zsákokat. Nehezebb hozzájutni idéntől, ugye ezt már korábban is mondtam, hogy a MOHU, ahogy beszigorította, sajnos a leadást is beszigorították, de azért sikerült beszereznünk idén is még 300 új Big Bag zsákot. Ezt köszönjük is a felajánlóknak, többen is ajánlottak föl, gazdák, illetve cégek is. Most járunk talán ugye a fele időszaknál, a levélhullást tekintetében. Vannak még fafajok, különösen a platán, akkor a fűzfák, ezeket tudnám említeni, amik sokáig magukon tartják a levelet, de most, hogy jön a fagyosabb idő és az eső, most valószínűleg jelentősen be fogják gyorsítani a levélhullási folyamatot. Legközelebb szerdán kora reggel lehet igényelni ilyen zsákokat a Szent Imre utcai telephelyen. Nagyon sokáig nem érdemes várni a gerebjézéssel, hiszen a hét közepétől már csapadék is lesz. Nedvesen még nehezebb bezsákolni és elszállítani a leveleket. Gregus Viktor azt kéri, csak levél kerüljön a gyűjtőbe. Tényleg csak a leveleket rakják bele, ez miatt se tudunk eleget osztani, mert nagyon sok megsérül, ugye ágakat raknak bele, sittet, törmeléket azért belecsempésznek a közepébe, aljába, a kiborításnál észrevesszük, persze nem tudunk már mit csinálni, vele, de viszont a zsák elszakad, és így meg nem tudunk adni következő körbe másoknak. Ha tele lett a zsák, telefonálni kell, és elviszik. Ebben az esetben türelmet kér a főkertész, hiszen nagyon sok helyre kell menniük. Megértették, hogy gyakorlatilag egy csapatunk gyűjti be ezeket a zsákokat, olyan naponta tényleg egy körbe 6 zsák fér föl, egy ilyen darukarus platós autó emeli magára, ugye azt ki kell vinni a telephelyre, azt le is kell borítani, és akkor újra indul a kör, csak a gyűjtést végezzük, nem hagyunk ott, ugye ezt értik meg talán kevesebben, vagy többen nehezebben, hogy miért nem hagyunk ott üres zsákot, egy a nyomonkövetés miatt sem, meg azt már nem merjük magunkra vállalni, hogy még utána még mi is osztogassuk, akinek kell, az tessék eljönni érte.